Változások történnek a Környezetgazdálkodási Intézetben, legalábbis erről szól a sajtó. Bácskai János megbízott főigazgató a vendégünk, és engedje meg, hogy először azt kérdezem meg öntől, hogy mi a foglalkozása, hiszen engem nagyon meglepett, amikor megtudtam, hogy az előző főigazgató helyettes Gordos Dénes kántor volt és organista a Mária Remetei templomban. Jó reggelt kívánok a tisztelt nézőknek! A foglalkozásomat illetően vegyész végzettségű vagyok, és hát a környezetvédelemhez is volt már némi közöm, hogy úgy mondjam, eddigiekben. Értem. 70 millióért bérelték azt a püspöki palotát, volt püspöki palotát, amiben a Környezetgazdálkodási Intézet lakott, és állítólag a portástól kezdve a főigazgatóig mindenki kisgazda érzelmű, vagy legalábbis kisgazda párti tag volt. Mi lesz most ezután? Hát válaszok ketté a elhangzott kérdést. A 70 millió az igaz, jelen pillanatban is ennyibe kerül a bérlés. Az, hogy hányan és milyen mértékben kisgazdák, az nyilván nem az én tisztem eldönteni, hogy ezek után az ő sorsuk mi lesz, akkor sem, hogyha ez bebizonyosodna. Én nekem az a dolgom, hogy a jövőre gondoljak. Nekem az a dolgom, hogy készítsek egy számvetést, egy felmérést, hiszen itt több mint 1 milliárd forint közpénz felhasználásáról van szó évente. Tehát ahhoz, hogy én tudjam azt, hogy jó kezekbe kerül, illetve jó helyekre megy tovább a pénz, ahhoz nekem erre a felmérésre szükségem van, és ezután kerül sor arra, hogy a személyi alkalmasságot vizsgáljuk. Ligetvári Ferenc már elrendelte ezt a bizonyos vizsgálatot, és ön 1 milliárd forintról beszélt, ami nyilván igaz, csak állítólag a környezetvédelmi cél alapból még több száz milliót juttattak a Környezetgazdálkodási Intézetnek. Ön, amikor elfoglalta ezt a meglehetősen konfliktusosnak tűnő, legalábbis kívülről annak tűnő pozíciót, akkor utána nézette annak, hogy mire költötték, vagy lehetette tudni rögtön, hogy mire költötték ezt a pénzt, hiszen a volt főigazgató helyettes is napokban a sajtóban úgy nyilatkozott, hogy pártmunkát végzett az intézetnél. Mint már említettem, annak eldöntése, hogy ezek a pénzek jó helyre kerültek-e, annak a vizsgálatnak a lefolytatása történik most. Van-e már valami eredmény? Olyannyiban van eredmény, hogy bizonyos szerződések, illetve kötelezettségvállalások már kiderültek. Nyilván a konzekvenciák levonása az nem az én dolgom lesz, viszont hát az, hogy... Hát nyilván azoké, akik erre hivatottak, adott esetben más szerveké, az, hogy nekem a dolgom az, hogy megtudjam, hogy mennyi pénz maradt a kasszában, és hogyha ez világossá válik, hogy dologi, személyi, illetve egyéb kiadásokra mennyivel tudunk gazdálkodni a jövőben, akkor fogok tudni többet mondani. Tudja-e már azt, hogy mit szeretne csinálni ebből az intézetből? Természetesen vannak elképzeléseim. Nyilván én most a zenei életből vett hasonlattal éljek. Én csak úgymond egy szólamvezető vagyok egy zenekarban. A kottákat már kiosztották. Most a blattolás időszaka van, szólampróbák, és remélhetőleg miután megtanultuk az adott darabot, akkor következhet az előadás. Most konkrétan a környezetvédelembe azt kell látni, hogy a Környezetgazdálkodási Intézet az valójában három fő pillérre támaszkodik. Az egyik a ténylegesen vett környezetvédelem, ahol mérések és szakértői anyagok elkészítése folyik. A másik a természetvédelem. Itt szeretném kiemelni, hogy sokan nem tudják, de Magyarország rendelkezik talán a világon a legkiterjedtebb és legszervezettebb nemzeti parkhálózattal. Ebben a vonatkozásban... Lesz-e több pénzük a jövőben? Ez teljesen attól függ, hogy a koncepció, amit majd leteszek miniszter úr asztalára, milyen fogadtatása talál. És az ön koncepciója szerint? Szükség lenne rá, hiszen a környezetvédelemnek az ügye, mert ezt mondhatjuk ügynek, ez ténylegesen közös ügy kell, hogy legyen, hiszen egészen attól kezdve, hogy minden pártválasztási programjában ez benne volt, egészen odáig, hogy a mindennapjainkban is érzékelhetjük a környezetvédelemnek a fontosságát, hiszen az a környezet, amiben élünk, az nem mindegy, hogy mennyire tiszta és mennyire élhető. Ebből az 1 milliárdból évente lehetett volna juttatni elég sokat a nemzeti parkoknak, feltételezem. Természetesen. Én úgy tudom, hogy juttattak is.
az, hogy milyen célokra, illetve hogy milyen körülmények között adott esetben pályáztatással, hát ez nyilván megint csak a vizsgálódásnak az eredménye lesz, hogy így történt, de hogy a jövőben így fog történni, az biztos, hiszen még egyszer el szeretném mondani, hogy ezek közpénzek, ezeknek a sorsa minden magyar polgárnak, állampolgárnak a tudomására kell, hogy jusson. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.